Sziasztok! Ez a videó az anomáliákról fog szólni, illetve hogy mi történt a héten, főleg tegnap, mert elég érdekes dolog történt, szóval ez egy elég rövid videó lesz. Ugyebár a legutóbbi videómnál ez az anomália, ez a rés, ugye ott volt a motelnél, és ez mára már eltűnt. Vagyis a tábla tűnt el, a rés az ott maradt, és kicsit nagyobb lett. Ezután Tomato fejnél jelent meg az anomália, sajnálatos módon ezt is elszívta. Ezután az anomália átvándorolt Retail Row-ban, ez a nomzos bolt elé, és ezt a táblát is elszívákolt. A következő helyszín Greasy Grove-ban, a durburgeres fejnél van, szegény burgert is elszívta sajnos. A következő helyszín volt az érdekes, hisz Greasy Grove és Snoopy Shores közötti hegyen volt, annak az oldalán portál. Itt már lehetett sejteni, hogy valami más fog történni. Ez így is történt, hisz tegnap este egy horgony, vagyis egy ilyen vasmacska-szerűség jelent meg, ugye a hegyen, ahol az előbb volt a portál, és ez már lehet következtetni a múltbeli dolgokra. Lehet szó itt vikingekről, akár egyiptomiakról, akár kalózokról. Ez már a jövő zenéje. Most jön egy durva dolog, most kapaszkodjatok meg. Egy kaliforniai sivatag közepén megjelent egy durburger fej. És igen, a valóságban, nem a játékban. Egy Sela Siloni nevezetű fényképész találta erre rá, és kirakta Twitterre, videókkal együtt. Shaking from my temple to my ankles. Sunny, but I need another raincoat. Waiting by a payphone. Finally, I coughed up some awful information that I thought of. Well, they think I've been messing with the wrong stuff. Az ember ilyenkor azt gondolná, hogy egy Fortnite rajongók hozták össze az egészet, de amikor az emberek meglátják ezeket a táblákat, hogy vigyázz anomáliai veszély, illetve hogy vigyázz az különleges effektekre, akkor elgondolkozik, hogy ez nem az Epic hossza össze véletlenül? Meg pont egy fényképész a random sivatag közepén talál erre rá. Ugyan már. Ez az egész azt jelentheti, hogy a résportálok a mi világunkba hozta ide a dolgokat, szóval lehet, hogy a Tomato fej is meg fog valahol jelenni. A legparásabb rész az egészben, hogy aki arra járt a hamburger közelében, az kapott egy ilyen kártyát, ami van egy telefonszám. Amit a felhívunk, ilyen hangot fog adni a telefon. Nagy valószínűséggel az anomáliának a hangja lehet. Szóval biztos, hogy az Epic szórakozik velük. Marketingből level 50 000. Az egyik adatbányász kitudta a fájlok között, hogy melyik tárgyak fognak felbukkanni. Ezt úgy csinálta, hogy megnézte a játékfájlokat a Save the World-del, illetve az a Save the World nélkül, így ezek a fájlok maradtak bent a Battle Royale-ban, amiben nincs a Save the World. Szóval logikus. Szóval ott van ugye a vasmacska, vagyis a horgony, illetve lesz itt egy lovaskocsi, illetve egy ilyen dinó csontváz, vagyis egy ilyen csontváz. Nem tudom, hogy melyik korszakhoz fűződhet, de én amilyen Westernre tippelnék. A Viking Anchor van odaírva, azt nem tudom, hogy a vikingek lesznek-e, de az is lehetséges. Az egyik rajongó már készített is a Season 5-ről egy térképet, ahol láthatólag Lani Lodge helyett egy ilyen Jurassic-os dzsungel lesz. Ugye a Musty Mayer helyett ott lesznek a kalózok, onnan fognak jönni. Illetve Lucky Landing is kicserélődött egy ilyen ókori kastélyra, illetve ugye lesz még ilyen szalon, meg ugye a foci stadion helyett lesz ott az egyiptomi piramisok. Nem lenne rossz ez, de szerintem a fele nem lesz igaz, hisz ez, ahol megjelent az anomália, valószínűleg ott fog megváltozni a térkép is. De aztán lehet, hogy tévedek. Ennyi lett volna ez a reggeli gyors videó. Ha tetszett, akkor dobjatok lájkot, illetve iratkozzatok fel, ha még nem vagytok.
Amint változni fog a térképen, vagy valami kiderül, azonnal rakom ki Facebookra, szóval Facebookon kövessetek be, videó leírásban ott lesz a link, ott mi nagyon sűrűn pakolok ki posztokat. Lassan-lassan az androidos verziónak is meg kéne már jelennie, hisz itt van a nyár közepe, szóval az Epic remélem szerintem a Season 5-re fogja besatszolni a megjelenést. Na köszönöm, hogy megnéztétek! Sziasztok!